Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Illegális szeméthalmok Tolna megyében, a szakember szerint a rossz szabályok is hozzájárulnak az áldatlan állapotokhoz. Egyre kevesebb a kisbolt, a falvakban van a legnagyobb probléma. E-recept, évek óta rosszul működik a milliárdokból bevezetett rendszer. Jó cselekedet, életmentő készüléket adományozott egy szülő a Bonyhádi Széchenyi iskolának. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Illegális hulladékhegyek csúfítják el a Tolna-megyei települések városképét. A szakemberek szerint azért alakulnak ki ezek az áldatlan állapotok, mert az emberek nem tudnak másként megszabadulni az évközben felhalmozódó lomoktól. Különösen az építési és elektronikai hulladékkal van gond. Több település önkormányzata összefogott a szolgáltatóval, hogy megoldást keressenek az évek óta húzódó problémára. Veszélyes hulladéknak számító festékes vödröket és autókarosszéria elemeket dobott ki valaki a természetbe Faddomborinál. Az ügyben már nyomoz a rendőrség. De nem csak Domboriban, szerte Tolna megyében egyre több településen okoz problémát az illegális szemét. Halmokban állnak a kidobott elektronikai készülékek, elhasználódott bútorok, műanyagüvegek és építéstörmelék. Utóbbival a bátaszékiek is találkoztak, és amikor az államtól nyertek 3 millió forintos támogatást a hulladék lerakó felszámolására, rögvest hozzáfogtak. Ám a forrás nem volt elegendő, mert időközben jócskán megnövekedett a szemétkupac, ezért újabb 1 millió forinttal egészítették ki ezt az összeget, hogy el tudják onnan tüntetni a hulladékot, mondja Bozsolik Róbert, a település polgármestere. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a város más pontjaim is kezdenek kialakulni ilyen lerakók, amin talán abból következik, hogy igen, körülményesen lehet elsősorban az építési törmeléket, hulladékot beszállítani, elhelyezni. Szabó Gyula, az Aliszka Terra Kft. Ügyvezetője azt mondja, több Tolna megyei település önkormányzatával összefogtak az illegális szemétkupacok eltüntetésére. Ők a szállítást finanszírozzák, a települések pedig a szemétgyűjtést. A vezető azonban komoly problémának látja, hogy behatárolt azoknak az anyagoknak a köre és mennyisége, amiket a lakosság a kukák mellé kihelyezhet. A lomtalanítás, mint lakossági szolgáltatás pedig szünetel október 15-e és március 15-e között. Évi egyszer ugyanis házhoz megy a szolgáltató, és elszállítja a kirakott hulladékot. Ám az is csak 3 köbméter lehet, és nem lehet kirakni az építési törmeléket, elektromos, elektronikai hulladékot. A szakember szerint ezért alakulnak ki illegális hulladéklerakók a településeken. A hulladékudvarban évente egyszer adható le maximum 2 köbméter építési törmelék. 120 millió forint plusszal és kifizetetlen számlák nélkül kezdte a 2020-as évet Tolna. Appelszoffer Ágnes polgármester Kerekasztal című műsorunkban azt mondta, a város gazdasági helyzete stabil, az intézményeik is jól működnek, a fejlesztésekhez szükséges plusz forrásokat pedig megkapták a kormánytól, így minden tervezett beruházás megvalósulhatott 2019-ben. Idén a volt laktanya területén épülő játszóház fog elkészülni, és elkezdődik a Tolna bölcsődet tervezése, amire több mint 450 millió forint pályázati támogatást nyert a város, valamint nekilátnak a Tolna-Fad-Dombori kerékpárút megvalósításának. Ehhez várhatóan ismét plusz forrásokat kell majd igényelni az időközben megemelkedett árak miatt. Most fog megjelenni a felhívás a kivitelező kiválasztására, ott azért az egy bizonytalansági tényező, ez a plusz támogatás, de én azt ígérem a nézőknek és a tolnaiaknak, faddiaknak, hogy mindent meg fogunk tenni Fülöp polgármester úrral, hogy ez is minél korábban és minél magasabb színvonalon kerüljön megvalósításra. Szabályosan őrjöngött egy férfi Szexárd főterén január 8-án későn este. A helyiek tettek bejelentést a rendőrségre, hogy az ittas férfi több térelválasztó oszlopot is kitépett a helyéről a Béla Király téren. A járőrök rövid időn belül azonosították az elkövetőt, egy 54 éves szexárdi férfit. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, és rövid adatgyűjtést követően megállapították az elkövető személyazonosságát.
akit rövid időn belül, pontosan 7 percen belül otthon a közelében el is fogtak. Az 54 éves férfit a szekszárdi rendőrkapitányságra előállítottak, és gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi nem volt együttműködő a rendőrséggel, nem volt hajlandó mondani az eset kapcsán semmit sem a rendőröknek. Az ügy kapcsán a további eljárást a szekszárdi rendőrkapitányság vizsgálati osztályán folytatják majd. Tömegesen húzzák le a rolót a magyar boltok. Tolna megyében is több tucatnyi üzlet zárt be az elmúlt években. A legnagyobb gond a kis településeken van. Több üzlet még a működési költségeit is alig bírja kitermelni, és ezen a helyzeten tovább ront a minimál béremelés. A kis településen boltokat üzemeltető láncok állami segítségben reménykednek. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke kevés esélyt lát arra, hogy az unióban rábólintsanak a hazai kisboltok támogatására. Eladóház és üzlet, hirdeti a felirat egy sárpilisi ház ablakában. Az egykor szebb napokat látott épület évekkel ezelőtt boltként funkcionált. Lepergő vakolat, üresen égtelenkedő kirakat, kietlen környék. Ez a bezárt magyar kisbolt pedig már Decsen található. A faluban több más Tolna megyei településhez hasonlóan több üzletre került lakat az elmúlt években az alacsony forgalom miatt. A KSH adatai szerint 2005-ről 2019-re az üzletek negyede zárt be Magyarországon. Ebből több mint 10 000 volt élelmiszerbolt. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint azóta csökken a kisboltok száma, amióta a bevásárlóközpontok megjelentek Magyarországon. Csökken a lélekszám a falvakban, másrésztről nem versenyképesek, ugye a nagy boltok könnyebben tudnak árut beszerezni, olcsóbban is tudnak, gyakorlatilag könnyebben jutnak hitelhez, ha kell bevásárláshoz, tehát helyzeti előnyben vannak, és ezt a kisboltok nem tudják követni. Az egyik nagy hazai boltokat magába tömörítő szövetség több milliárd forintos támogatást remél az államtól, a 2000 fő alatti településen működő boltok megsegítésére. Egy minisztériumokon átívelő szakértői gárda már hónapok óta intenzíven dolgozik azon, hogy az uniós szabályoknak maradéktalanul megfelelő támogatási formát dolgozzon ki. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azonban kevés esélyt lát arra, hogy az Európai Unióban rábólintsanak erre. Ez jó lenne abból a szempontból, hogy ezek a kis boltok megmaradjanak, de vannak kétségeim, mert az Európai Unió versenysemleges gazdaságot ismer el, és ez azt is jelenti, hogy ez megborítaná a versenysemlegességet. Ez egy nagyon nehéz harc lesz kivívni az Európai Unióban. Fischer Sándor úgy látja, szükség lenne a 2000 fő alatti lélekszámú települések boltjainak megmentésére, mert ha teljesen eltűnnek ezekről a falvakról a kisboltok, az ott élő idős, szegény generáció számára válik nehézzé és költségessé a bevásárlás, hiszen a másik településre való utazást nem mindenki engedheti meg magának. A statisztika alapján a bolt nélküli települések száma a 2005-ös 58-ról tavaly már 284-re nőtt. Több mint 7 milliárd forintból indult el 2017-ben az e-recept rendszer, aminek a célja a patikai ügyintézés gyorsabbá és biztonságosabbá tétele lett volna, csak hogy a rendszer azóta is folyamatosan hibásan működik. Legutóbb épp néhány napja volt teljesen használhatatlan. Ráadásul egy szekszárdi gyógyszerész szerint olyan biztonsági hibák vannak a rendszerben, amik gyógyszer visszaélésre adnak lehetőséget. Átgondolatlan, hogy van egy csomó olyan recept, ahol csak hatóanyagot írhat fel az orvos, ugye, és ott megint csak ilyen körülményes módon lehet a beteg gyógyszerét hozzárendelni a hatóanyaghoz. Vagyis problémát jelent, hogy ugyanazt a hatóanyagot akár 20 gyógyszer is tartalmazhatja, ezért ha a beteg nem emlékszik, hogy melyiket szedte korábban, csak a szerencsén múlik, hogy a kiváltásnál a régit kapja. Ez csak egyetlen gond a 2 éve indult elektronikus receptrendszerrel. A rendszer 2017 novemberében indult 7,2 milliárd forintból. Akkor napokig szinte használhatatlan volt, annyira lassan működött. Idén az év első napjaiban most újra erre panaszkodnak a patikusok. A
rendszert üzemeltető elektronikus egészségügyi szolgáltató tér honlapján olvasható is, hogy 6-án helyreállították a korábban elromlott rendszert, péntekre viszont újabb leállások voltak várhatóak a hibaüzenet szerint. Hegedűs Gyula szekszárdi patikus azt mondja, a rendszer alapvetően jó dolog lenne, mert a betegnek elég volna csak a tajkártyáját és a személyigazolványát bemutatni ahhoz, hogy megkapja neki felírt gyógyszert. Viszont az e-receptek kiadása 2 évvel a bevezetésük után is csak nagyon nehézkesen működik. A napokban volt ugye egy nap, amikor egy teljes leállás volt, és akkor megtanultuk azt, hogy mit jelent, hogyha ez a rendszer nem működik, nagyon sok beteget el kellett küldenünk, akiknek másnap kellett visszajönniük. Ez pedig egy fekvőbeteg esetén, aki előre megszervezi a gyógyszerei kiváltását, hatalmas nehézséget jelent. De emellett komoly biztonsági rések is vannak az elektronikus receptrendszerben, mondja az azt naponta használó gyógyszerész. Bizonyos biztonsági lukak miatt most az informatikai fejlesztés helyett az ellátás korlátozó intézkedésekkel akarják megoldani, hogy ezek a biztonsági lukak be legyenek tömve. És ez konkrétan napi problémát jelent a betegeknek. Az informatikai rést konkrétan az okozza, hogy ugyanaz a gyógyszer most kiváltható 2-szer, egyszer a hagyományos papírrecepttel, meghatalmazással, egyszer pedig elektronikus recepttel, ez pedig akár gyógyszer visszaélésekhez is vezethet. A rendszer üzemeltetői erre reagálva előírták, hogy csak személyesen lehet receptet kiváltani, ez viszont sok betegnek gondot jelent. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatótér üzemeltetői azt ígérik, hogy ezt a hibát nyárra javítják ki. Életmentő készüléket kapott a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola. A gépet egyik tanulójuk édesapja ajánlotta fel az oktatási intézménynek. A berendezés nem csak a gyerekek, hanem a környező lakótelepen élők biztonságát is szolgálja. Defibrillátort kaptuk karácsonyra szülői felajánlással. A Bonyhádi Széchenyi Iskolában nagybecsben van ez az újraélesztő készülék. Az adományozó Molnár Viktor jelenleg Németországban dolgozik. Bár nyilatkozni nem kívánt, azt megkerülésünkre elmondta a fia az iskola tanulója, és néhány éve úgy vesztette el kedvenc tanárát, hogy már nem tudtak rajta segíteni a mentők. Ha van egy ilyen készülék, még ma is élne, mondja Molnár Viktor, akit ezek a tények vezettek a jótékonysági akcióhoz. A készülék könnyen használható, ennek ellenére rendszeres felkészítésen esnek át az iskola pedagógusai. Hogy itt a lakótelepen és az iskolában is nincs ilyen készülék, és hogy nem csak az iskolában a 600 gyerek és az itt dolgozó közel 100 felnőtt, hanem a lakótelepi emberek segítségére is lehet ez a készülék. A gyerekeknek is felkészítő beszélgetéseket tartottak a pedagógusok, ezek után egyetlen gyereknek sem jutott eszébe, hogy játszon vagy indokolatlanul használatba vegye a készüléket. A Széchenyiseknek juttatott adomány értéke megközelíti a 500 000 forintot. Rengeteg baleset történik télen az utakon, különösen a reggeli csúcs időszakban, amikor sokan kapkodva ülnek a volán mögé. A tragédiák döntő többsége megelőzhető lenne körültekintő, figyelmes vezetéssel és szabálykövető magatartással. Hívja fel a figyelmet a rendőrség. Alapszabály például, hogy a jeget eltávolítjuk a szélvédőről, és megfelelő állapotú téli gumival közlekedünk a csúszós utakon. Lefagyott szélvédővel vezetett, majd balesetet okozott egy nő. A rendőrség felvételein jól látszik, hogy a sofőr semmit nem tett annak érdekében, hogy a jeget eltávolítsa az autóról, így abból nem lehetett kilátni. Nem csoda, hogy a gépkocsi felhajtott egy járdaszigetre, amelynek következtében kidöntött 2 jelzőtáblát. Az eset Fejér megyében történt, de a rendőrség tapasztalata szerint Tolna megyében is gyakori jelenség reggelente, hogy az emberek kapkodva indulnak el otthonról, és nem fordítanak kellő figyelmet az autók letakarítására. Sokszor csak egy tenyérnyi felületet tisztítanak le a szélvédőn, hogy éppen csak kilássanak azon, és sem az oldalsó, sem a hátsó ablakon nem kaparják le a jeget. A látóterünk teljesen leszűkül ilyenkor, a holtereket nem látjuk, amikor még ráadásul a szélvédőnk mellett lévő visszapillantó tükör is le van jegesedve, nem tudunk kitekinteni az ablakon, nem látjuk azt a szélvédőből, illetve a tükörből sem, hogy esetleg másik autó érkezik mögöttünk, vagy valamilyen balesetveszélyes helyzetbe kerülünk. Úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy legalább 5-10 perccel az indulást megelőzően a járművüket takarítsák le. Télen elengedhetetlen a nyárit fagyálló, szélvédő mosó folyadékra cserélni, ellenkező esetben a vegyszer ráfagy az autó üvegére, de a téli gumik megfelelő állapota legalább ennyire fontos tényező a csúszós, jeges utakon közlekedve. Nagyon fontos az, hogy a téli gumikat ilyenkor már mindenképpen használjuk, és olyan téli gumikkal közlekedjünk az utakon, aminek a tapadási felülete megfelelő.
tartsuk meg a megfelelő követési távolságot, hiszen ilyenkor megnő a fékút is, és hogyha túl közel megyünk a másik járműhöz, és annak hirtelen fékeznie kell, akkor könnyen bekövetkezhet egy baleset. Nem volt elég körültekintő a péntek reggeli nagy forgalomban az a sofőr sem, aki elütött egy gyalogost Szekszárdon. A 66 éves nő súlyosan megsérült a Csatári üzletház előtti zebránál történt balesetben. A rendőrség szóvivője azt mondja, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a balesetek megelőzéséért maguk a közlekedők tehetnek a legtöbbet a szabályok maradéktalan betartásával. Regionális híreink következnek. Már Baranya megyében is civil autóból ellenőriznek a rendőrök, a szabálytalan sofőröket akarják kiszűrni. Fáradékonyságot okoz a rossz idő, a vitaminok pótlására figyelmeztetnek a szakemberek. Mobiltelefon, rohamivás, kábítószerek, pécsi önkéntesek is segíthetnek a bajba jutott fiatalokon. 6 nap alatt 72 sofőr kapott bírságot a rendőrség budapesti akciójában decemberben. Az akció olyan sikeres volt, hogy bejelentették, az egész országban járják majd a városokat, főutakat a civil autóknak tűnő, de valójában rendőrségi járművek. Ezek, ha szabálysértést tapasztalnak, megbírságolják az autóst. Baranya megyében már elkezdődtek az ellenőrzések. Záróvonal átlépése buszsávban, közlekedés, mobiltelefonálás, áthajtás a piros lámpán. Főleg ezek miatt állítottak meg járműveket civil autóval a budapesti rendőrök, ahogy ezeken a felvételeken is látszik. A sikeres fővárosi akciót kiterjesztik az egész országra, erről kérdeztük a pécsi autósokat. Nagyon örülök neki. Miért? Hát egy-két olyan ember közlekedik az utakon, hogy egy hosszabb úton szinte életveszély most már közlekedni. Hát mondjuk a téli időviszonyokat meg nem is beszélve. Elébe vágnak az embernek, hiába mondjuk én túlméretes járművel járok, éjszaka figyelembe nem veszik a fővezető autót, a sárga villogót, elébünk csapnak is, pillanatok alatt megvan a baj, volt már belőle. Ezt mondják az akcióról az általunk megkérdezett autósok. A szakoktató szerint is jó, ha a rendőrség civil autókkal jár a közlekedők között. Eléggé indokolt az ügyben, mert rengeteg szabálytalanságot látunk nap, mint nap. Nap, mint nap itt ebben az Árkádi kereszteződésben is tapasztaljuk azt, hogy balra kanyarodni tilos, ne elkanyarodnak sokan balra. Illetve rendszerint szabálytalanul parkolnak az autósok, sokszor olyan helyen is megállnak, ahol igazából nem is szabadna, továbbá a gyalogosok közlekedését is sok helyen akadályozzák azzal, hogy a járdára felállnak a gépjárművükkel. Ezeken kívül még az elsőbség meg nem adása, a szabálytalan sávváltás okoz a legtöbb gondot az oktató szerint. Közben a legnépszerűbb közösségi oldalon már egész listát tettek közzé a civilnek látszó autók rendszámáról. Kiprovokálni azt semmiféleképpen sem provokálja ki a rendőrség a szabálysértést. A rendőrség dokumentálja az adott szabályszegést, és ugye eljár adott esetben, hogyha ilyet tapasztalt. Tehát még egyszer hangsúlyozom, tehát az, aki a szabályokat betartva szabályosan közlekedik, annak nincsen semmilyen félnivalója. Mondja a szóvivő, aki szerint azt kell megérteniük az autósoknak, hogy akkor is szabályosan kell közlekedni, ha nem látnak egyenruhást a közelben. Ezeknek az ellenőrzéseknek az a fő célja, hogy a rendőrség kiszűri a forgalomban az olyan sofőröket, akik irritáló módon, tolakodva próbálnak szabályszegéseket elkövetni, és így úgymond jogosulatlan előnyhöz jutni a többi közlekedőhöz képest. A kollégáim ugye kockázatelemzés alapján, illetve az adott közlekedés biztonsági helyzetnek megfelelően döntenek arról, hogy hol és mikor fogják ezeket a jelöletlen autókat használni. Azt azonban nem árult el a szóvivő, hogy hány autóval végzik ezeket az ellenőrzéseket. Az azonban már biztos, hogy csütörtöktől Baranya megyében is bárhol feltűnhetnek a civilnek tűnő rendőrautók. Eredményesen indítványozta a baranyai ügyészség annak a 7 személynek a letartóztatását, akikkel szemben az ünnepek alatt indult büntető eljárás embercsempészés miatt. Az eljárás eddigi adatai szerint a 3 magyar és 4 szír állampolgár összesen 18, többségében szintén szír személynek nyújtott segítséget ahhoz, hogy az államhatárt illegálisan átépjék, és így Nyugat-Európába, jellemzően Ausztriába vagy Hollandiába jussanak. Az embercsempészeket a nyomozó
Közlekedésbiztosítóhatóság Sárhát külterületén, Új Mohácsnál, illetve Kölket közelében vonta intézkedés alá, majd őket őrizetbe vette. A vádlottak cselekménye 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Tehát az összes személy vonatkozásában a bíróság elrendelte a letartóztatást. Itt a legutolsó, itt 5 büntetőügyről van szó, azt azért tudni kell. Az 5 büntetőügynek van ilyen formán 7 gyanúsítottja. Az utolsó letartóztatásokra az elmúlt napokban, itt a hét elején és az elmúlt hétnek a végén került sor. Ezek a végzések nem jogerősek, mivel a gyanúsítottak, illetve a védőik fellebbezést jelentettek be ezekkel a döntésekkel szemben. A nyári napsütés nem csupán jó érzéssel, hanem D-vitaminnal is feltölt bennünket. Ennek a vitaminnak fontos szerepe van a csontképződésben, az immunerősítésben, de hozzájárul az inzulin termeléshez, a vérnyomás és a belső elválasztású mirigyrendszer szabályozásához is. Ugyanakkor 2-3 hónap alatt a téli időszakban kiürül a szervezetünkből, és hiányát elsősorban a fáradékonyság jellemzi. Az ilyen nyári napsütéses időszakban nem kell azért aggódnunk, hogy a D-vitamin esetleg kevesebb a szervezetünkben, mint kéne. Ahogy azonban csökken a napsütéses órák száma, úgy van szüksége testünknek a D-vitamin folyamatos pótlására. Szerencsére ez egy nagyon-nagyon jó vitamin, tehát zsíroldékony, és 2-3 hónap óta szervezetünk a zsírraktárakban tud pótolni, de amikor ezek elkezdenek ürülni, akkor ilyen fáradékonyságban, nem igazán tipikus tünetekben tudjuk ezt észrevenni. Ezért is fontos, hogy egyrészt ugye nyáron legyünk megfelelő időt a napon, töltsük fel a raktárakat, illetve szedjünk pótlást, mert hogy a magyar lakosság nagy része télen D-vitamin hiányos. D-vitamint étrendünk megfelelő megválasztásával is juttathatunk a szervezetünkbe. Fontos a halfogyasztás, a tőkehalban, lazacban rengeteg D-vitamin található, de emellett a tejtermékek, tojássárgája és a kalapos gombák is jó vitamin források. Ez a vitamin elsősorban a megfelelő csontképződésünkért felel. 2 évtizede kutatják az egyéb hasznát, és egyre több olyan kutatási eredmény lát napvilágot, amiből tudjuk azt, hogy az immunrendszernek iszonyatosan fontos a D-vitamin, az inzulin termeléshez, a vérnyomás szabályozásához, az egész belső elválasztású mirigy rendszer szabályozásához nagyon fontos, és hát gyakorlatilag akinek már ilyen alapbetegsége van, ott nagyon fontos, hogy pótolja, illetve ezeknek az alapbetegségeknek a megelőzésében, és még ráadásul ugye a daganatos megbetegedéseknek a kialakulásával is találtak összefüggéseket. Étrendünk mellett természetesen táplálékkiegészítőként a patikában is vásárolhatunk D-vitamint. A szakemberek azt mondják, hogy általában egy átlagos felnőtt számára elegendő a 2000 nemzetközi egységnyi D-vitamin naponta ahhoz, hogy ne alakuljon ki vitaminhiányos állapot. Túlzott mobiltelefon használat, rohamivás, kábítószerek, ezek a leggyakrabban előforduló függőségek. Az ilyen jelenségek főként a kamaszok körében veszélyesek, hangzott el Szemejátsz János előadásában Pécsen. Az addiktológus a Lélektér ifjúságsegítő alapítvány meghívására érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. A szervezet egy lelkisegélyszolgálat, melynek célja a krízishelyzetben lévő fiatalok segítése. Az alapítványhoz januárban lehet csatlakozni, mint önkéntes telefonos segítő. A kamaszokat érintő addiktív jelenségek. Ezzel a címmel tartott előadás dr. Szemejátsz János Pécsen. A fiatalok körében elterjedt függőségekről, azok háttereiről beszélt a szakértő. Mint elmondta, a 10 éves korosztály a legveszélyeztetettebb, hiszen a pubertás alatt kezdik el megismerni a világot, és próbálnak ki olyan dolgokat, amiket eddig nem. Az addiktológus orvos szerint korunk legnagyobb függősége a mobiltelefon, azonban a fiatalok a különböző tudatmódosítószereket is gyakran használják. A magyar fiatalok körében elképesztő módon erőteljes a binge drinking, a rohamivás, amikor nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű alkoholt visznek be. Ez egy probléma, ez egy nagyon ártalmas ivás, ennek nagyon komoly következményei lehetnek, úgyhogy azt gondolom, ezzel kapcsolatban is például van tennivalónk bőven.
a kamaszok gyakran eshetnek kétségbe, sőt, akár öngyilkos gondolataik is lehetnek, hangzott el az előadásban. Az ilyen és hasonló krízis helyzetekben nyújt segítséget a Pécsi Lélektér Ifjúság Segítő Alapítvány. A szervezet elnökétől megtudtuk, leggyakrabban a 16 és 24 év közöttiek telefonálnak be hozzájuk. Ezt egyébként bárki megteheti a 137-00-as ingyenesen hívható telefonszámon, ha segítségre van szüksége. Az alapítvány jelenleg önkéntes telefonos segítőket keres. Olyan pécsi vagy Pécs környéki lakóhelyen rendelkező önkénteseket várunk, akik 18 és 68 év közöttiek, rendelkeznek érettségivel, sok szabadidővel az esti órákban, és a telefonos önkéntes segítői munka előtt egy 100 órás képzésen vesznek részt az önkéntesek. A képzés keretében önismereti csoportfoglalkozásokon, valamint elméleti és gyakorlati kurzusokon vesznek részt az önkéntesek. Ezután kerülhetnek be az alapítványhoz, mint telefonos segítők. Jelentkezni január 31-ig lehet a lélektérifjusek@gmail.com e-mail címen. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Illegális szeméthalmok Tolna megyében, a szakember szerint a rossz szabályok is hozzájárulnak az áldatlan állapotokhoz. Egyre kevesebb a kisbolt, a falvakban van a legnagyobb probléma. E-recept, évek óta rosszul működik a milliárdokból bevezetett rendszer. Jó cselekedet, életmentő készüléket adományozott egy szülő a Bonyhádi Széchenyi iskolának. Szombaton napos, az évszakos átlagnál jóval enyhébb, ám szeles idő lesz. Vasárnap is hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, de reggel előfordulhatnak párás, ködös tájak is, illetve napközben is párásság szűri a napsugarakat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!